Közös kerékpáros fesztivált rendezett a pünkösdi hosszú hétvégén Békés-Békés Csaba és Gyula. Ez már nem az első alkalom, amikor a három közép-békési város összefog, hiszen évről évre váltakozó helyszínen rendezik meg a három város sportfesztivált. Ez alkalommal a kerékpáros tematikát állították a fókuszba. Az esemény házigazdája első alkalommal Békés Csaba volt, de ez szerepkör az évek előre haladtával cserélődik majd a települések között. A fesztivál második napján szombaton zajlottak a gyulai programok, ahol többek között különböző kerékpáros ügyességi programmal, valamint BMX bemutatóval készültek a megjelenteknek. Szeretek megragadni minden alkalmat, ami mozgással kapcsolatos, az legyen akár túrázás vagy biciklizés, és mindig figyelem a kiírásokat, hogy melyik csoport, melyik egyesület szervez valamilyen bringatúrát, vagy hegyi gyalogos túrát, és azon szeretek részt venni. Legfőképpen azért, mert az egészségemet szeretném őrizni minél tovább, és ez a célom, hogy egészséges maradjak, és amíg a lábam visz, addig szeretnék menni. Kociha Attila, a Bihari Túrák Közhasznú Egyesület elnöke elmondta, a Háromváros Kerékpáros Fesztivált már évek óta szerette volna megvalósítani. A regisztráció alapján 214-en regisztráltak a túrára. A reggeli eső egy olyan 20-30 embert megijesztett, összességében a három település tekintetében, de így is azért ez a 200 fölötti létszám ez a terveinktől messze felülmúlja az álmainkat, terveinket. Ez nagyon jó, nagy érdeklődést mutat. Nyilván itt a pandémia után kiéhezettek az emberek a mozgásra, a különféle rendezvényekre, és szerintem ennek is köszönhető. És nagyon lelkes csapatok, gyerekektől kezdve, a korosztály is széles, van 70 fölötti indulónk, és van 10 év alatti indulónk, tehát nagyon széles a spektrum. Úgyhogy ez egy ilyen egyrészt családi rendezvényként gondoltuk, igyekeztünk lassú tempóba közlekedni. A Békés Csaba Békés, Gyula Békés Csaba kerékpáros körtúra mintegy 50 kilométeres távon járta be a három közép-békési település legszebb részeit.